Ez itt a hétköznapok, a mikrofonnál fekete tehát hajátok, és nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Borbé Józsefet, a hídgyűlökezetet lelkészét. szerbusz. Szerbusz, köszönöm a kedves hallgatókat! Mai témánk pedig az örökkévaló értékek, mely cselekedetek hordoznak magukban örökkévaló értéket. Feltettünk egy ilyen kérdést a közösségi médiában, és érkezett rá egy-két érdekes <laughs> válasz, úgyhogy ezzel kezdeném, hogy. Mit jelent az embereknek úgymond az örökké való cselekedet, mi értékes? Valaki azt írja, hogy Isten igényének, azaz által való nevelésnek, szeretettel való kommunikációnak, ennek van értéke. Többen írják, hogy a családnak, az igazmondásnak, a hitnek, kapcsolatok, család, gyereknevelés, belső szellemi értékek és a Rolex órának, szabadságnak, kegyelemnek, szeretetnek, testileg az egészségnek van még értéke, illetve írták, hogy a szentírásnak. Hát, Mikkel tudsz te egyet így előjáróban? A hát, rolex órával, ne, nem <laughs> Nem, ö, ugye készültem erre, ugye mondtátok, hogy mi lesz a téma, készültem rá, és a Bibliában egyértelmű válasz van adva erre vonatkozóan, hogy fel is olvasnám azt, hogy minek van örök értéke, mi az, ami megmarad. Ami elmúlik, az nem lehet örök érték, ami elmúlik, aminek vége lesz, az, 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 az csak relatíve érték, időszakos érték, de, a, a mi az ami megmarad? És erre, erre a Korintus levél 13. részében a 13. verszak válaszol, azt mondja: Most azért megmarad hát a hit, a remény, a szeretet, ez a három. Ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet. Az az ami megmaradandó, valóságos, igazán örökre, örök értékén megmarad. Az három dolgot említ a Biblia: a hit, a remény meg a szeretet. És ez nagyon mindenkit foglalkoztat ez a kérdés, és ha normális, és, és nem e világnak a, a gyermeke pusztán, hanem tényleg Istentől elhívott. A, akit, akit Isten hív, az nagyon jól tudja, hogy az örökké valóság, az egy valóságos aspektus az életnek, és azzal, hogy az ember meghal, az a nincsen vége a létezésének, és nem a semmi következik, és a semmiből jöttünk a semmibe, hanem, hanem hogy honnan jöttünk, azt nem tudjuk pontosan megmondani, nem is akarok ebbe most belemenni, de biztos, hogy tervben már voltunk Istennél, már a világ alapjának a felrakása előtt már eldöntött, hogy mi leszünk, és fogunk én és elhív bennünket, ezt mondja a Biblia. De <coughs> ez nem korona, hanem allergia. Szóval de viszont, de viszont, hogy hova megyünk, és hogy, hogy örökké fogunk létezni, ez nem kérdés. A Bibliában ez egy, ez egy, alapvetés, hogy az ember nem múlik el, nem lesz vége. És emiatt, emiatt akik az Istentől elhívott emberek, és bennük van az örök valóságnak a perspektívája, aki nem Istentől elhívott, abban ilyen nincsen. Ez a, ez a fajta perspektíva, vagy valami hamis módon próbálja ezt, ezt, ezt a kérdést megválaszolni, de alapvetően, akiben benne van, az azt érdekli, hogy mi az, ami meg fog maradni. És például a 90-es Zsoltárban a, a Mózes egyértelműen beszél erről, Istennek a nagy ember, úgy is mondja, hogy Mózesnek az Isten emberének az imádsága. És akkor ugye ott abban, abban a Zsoltárban, most megolvasok is belőle, ha, ha lehet, már minden lehet, nyilván, 90-es Zsoltárban azt mondja, hogy úgy kezdi a Zsoltárt, hogy Uram, te voltál nekünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre, minek előtte hegyek lettek, és föld és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké te vagy Isten, azaz beszél a vagyokról, aki mindig is volt, volt, van és eljövendő, mindig is lesz és aztán mondja, hogy nem, és elkezdi mondani, hogy a nemzedékek jönnek, mennek, visszatérted a halandot a porba, ezt mondta téletek vissza embernek a fiai, mert ezer esztendő annyi öted, mint a, tegnapi nap, amely elmúlt, mint egy öriási idő éjjel, és akkor mondja, hogy az ember olyan, hogy reggel virágzik és sarjad, estére elhelad és megszárad, az beszél az embernek a mulandóságáról, a generációknak a mulandóságáról, és arról, hogy Isten közben állandó. És, és ez egész fájdalom, ami ebben benne van, mert van, van ebben fájdalom. Ki meg is mondja, hogy miért van ez, hogy a bűneink miatt emésztettünk meg, azt mondja a Biblia. Azaz az az eredendő bűn miatt bejött az emberek életébe a halál, és a halálnak az uralma vettetett az emberiség, és emiatt van ez, a, ez az elmúlás, amit a földi létből való kimenetel. De utána mondja, hogy hogy és mondja, elmúlik minden mi napunk a te buszolásod miatt. És utána mondja, hogy, hogy mi esztendeink napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan toba tűnik, mintha repülnék. Hát én azt gondoltam régen, hogy a depressziós lett a mózes, de most már látom, hogy nem. Eh, eh, ahogy telik az idő, én is látom, hogy egyszerűen elképesztő tempóban megy az idő, és generációk jönnek. Múltkor még én is gyerek voltam, most már gyerekeim vannak, és a gyerekeimnek is gyerekei vannak. És, és, és döbbenetes látni, hogy, hogy úgy tűnik el, úgy mennek el a évtizedek, minthogyha repülnének. És emiatt van az emberben egy, egy hát egy, hogy fejezzem ki ezt, én, én keresztényként örök életem van, és bízok az Úrnak a kegyelmében. És az örök élet perspektiáv, perspektiáv, perspektívájából nézve ez nem olyan fájdalmas de azért mégis van benne fájdalom. Igen. És, és, ezt nem szabad tagadni. Mózes is beszélt erről, és, és, ugye mondja, ki tudhatja a te haragodnak erejét, és akkor utána mondja a 12. versszak vagy taníts minket úgy számolni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk, azaz, azaz azt kérje az Istentől, a nagy Mózes, hogy aki 40 nap és 40 éjjel, éjjel ét, étlen és szomjan ott volt Isten jelenlétében, és nem halt éhen, és nem halt szomjan, azaz bekerült az örökkévalónak a jelenlétében, örökkévalóság egy picikét, őt körbevette ott 40 nap, 40 éjjel. Ez az ember azt imádkozza, azt kéri a mindenhatótól, az örökkévalótól, hogy adja meg neki, hogy úgy tudja a napjait leélni, hogy ez ne hiába menjen el, hanem adjon Isten neki bölcsességet és utána ugye kéri, hogy jöjjön vissza az úr minél hamarabb, hogy tér vissza, uram, meddig késel, könyörült a szolgáidon, és akkor utána mondja, hogy jó reggel, korán reggel elég is meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben, azaz kéri az Istennek a jelenlétét a napjaira, már korán reggelre, Ugyan. hogy jó reggel, korán reggel már érintse meg az úr, mert tudta jól, hogy az, ha az Isten megérinti, akkor az örökké érinti meg az örökkévaló érinti meg. És akkor, ha az embert a, itt a földbön, föld, földi életében megérinti az Istennek a jelenléte, akkor az örökkévalóság fogja őt megérinteni. Az, aki nem múlik el, akiben nincs változ, változásnak az árnyéka sem. Aki öröktől fogva ugyanaz. És az is lesz mindig. És, és aki, aki, ha bejön az ember életébe, akkor az örökkévalóság jön be az életébe. Ezt úgy fejezi ki az új szövetség, hogy akiben benne van a fiú, abban van az élet. Akiben nincsen meg a fiú, abban nincsen élet nincs ember az Istennek az élete. És Isten élete olyan, ami nem múlik el, hanem megmarad örökre. Védelmi is minket, ami nyomorúságunk napjaihoz képest, esztendőkhöz képest, amelyben gonoszt láttunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, dicsőséggel azoknak a fiaink, kérj egy generációs áldást, kér áldás magára is, hogy úgy tudjon élni, hogy meglátszódjon, hogy ő kihez tartozik, és kéri ezt az áldást generációs módon a gyerekekre, fiainkra és akkor utána mondja, amiről akarok beszélni, és legyen az Úrnak, a Istennek jó kedve, mi rajtunk, és ami kezünknek a munkáját tedd állandóvá nekünk, ami kezünknek a munkáját tedd állandóvá, azaz azt kéri, hogy ugyan, olyan, úgy tudjon itt a Földön munkálkodni, hogy ez nem olyan elnyomtalanul, és ne, ne, legyen, ne legyen ö, semmivé. És ne felejts el, a, a, a történelem ugye többenetes, ha belegondolok, hogy én már az ő nem tudok semmit. Igen, igen. És, és ez mit... sok ember így van vele. Hát igen, igen. Pedig még engem nem is hagy közömbösen, utána nézegettem vajon, hogy ki, honnan származunk, nem milyen. Nem nagyon kutattam, de azért mégis utána érdeklődtem, meg megkérdeztem a szüleimet, meg nagyszüleimet annak idején. De már elfelejtődtek. Ezek az embereknek már nincsen emlékezetét a Földön, és hogy mit csináltak, annak sincsen nagyon. Még a nagyszülőket tudom. Ön, őről tudok. Azt is tudom, mit tettek, mit, hogyan éltek, nagyjából elmesélték de egyébként az emberek nyomtalanul eltűnnek a földről. És Mózes azt kéri, hogy adja meg az Isten, hogy úgy tudjon élni, hogy ne tűnjön el nyomtalanul. Azt gondolom, Mózesnek ez megadta Isten. És ha valaki, hát azt hiszem, hogy ő úgy élt, hogy még most is van hatása, és még mindig itt van a nyoma, a kezemunkának a nyoma, azt gondolom, Mózes örök értéket hozott létre. Ez a véleményem.